Szia, szevasz, üdvözlöm mindenkit ezzel a szép napon reggelen, délután nálunk reggel van, egész pontosan 8 óra 35 perc, nemrég ébredtünk fel. Én korábban felébredtem, csak a Davis-ünk később, a Lucas is később megreggeliztünk, elkészültünk és készen vagyunk, kicsit álmosak, fáradtak. Ma nem másra fogunk elmenni, mint le Venice Beachre, Santa Monica Beachre, ugye arra a részre, ahol, amiről készítették a Grand Theft Autót, ugye a játékod az ötödik részét, és találkozni fogunk, vagy látni fogunk sok érdekes dolgot, szerintem sok érdekes embert. Az időjárás mutatom milyen. Ilyen felhős, ködös, bár ugye azt mondták, meg szokás szerint, ahogy szokott lenni, ki fog tisztulni egy órán, másfél-két órán belül maximum. Úgyhogy mire leérünk, addigra reméljük, hogy tiszta idő lesz és szépen sütni fog a nap. Megint meleget mondanak mára. Csak én nem vagyok mindig. Csak én nem vagyok teljesen magamnál, ugyanis fáradt vagyok az éjszaka, nem aludtam a legjobban. Úgyhogy most megiszom a Red Bullomat. Képzeld el, van itt ilyen Red Bull, ez a kék Red Bull, ami nálunk most már nem lehet kapni nagyon régóta. Ez volt régen a kedvenc Red Bullom. Itt találtam, úgyhogy most ezt iszom. És egy kicsit megpróbálok felébredni. Úgyhogy amint készen vagyunk, elindulunk. Lucas, te mi van? Készen vagy? Olvasol? Mit olvasol? Az új könyvedet? Tehát a Lucas kapott egy, mi a címe? Ezt az új könyvet. A második része. A második része. Én már olvastam az abban a nagy könyvesboltban, ahol ugye voltunk tegnap. Oda akart a Lucas mindenképp elmenni. Én néztem mindenhova a sok filmnek. Igen. A DVD-sbe, de én találom egy könyvesbe. Ja, a könyvesboltban találta a Lucas egy olyan DVD-t, amit már régóta szeretett volna. Mert a könyvesboltban árulnak DVD-t. Ja, aztán mi a neve? Dracula. Ja. Nézd, készen vagy te is? Are you ready? Igen. Yeah? Okay. Úgyhogy, na, indulunk akkor. Na, induljunk. Induljunk. Megvan minden. Na, nézd, elkezdtek takarítani, elég korán. Már most már nincs olyan kora. Nekünk van kora. Kicseréltek ugye mindent, áthúzzák az ágyneműt. A feleségem közben lement kávéért, és van reggelünk, tehát kapunk reggelit. Csak a Davis ugye nem eszik meg mindent, meg a Lucas egy kicsit olyan finnyás. Hoppá! Úgyhogy azért gondoltuk, hogy inkább itt reggelizünk, bár holnap reggel lehet, hogy lemegyünk. Add a kezedet. Vagy. Egy? Ja, az egyre megyünk. Nem tudom, hogy miért ilyen felhős minden reggel, ilyen ködös, aztán szépen kitisztulni, érdekes. Amikor átlább ugye a reggel is szép tiszta az idő. Hogyha nem, akkor egész nap esik, vagy pedig felhős nálunk általában. Hú, elment a kilátás, mi? Na, give me a hand, please. Na, nézzük meg, mit vannak, látod? Ja, van itt masina, lehet kapni mindenféle dolgot. Az ár az ugye kicsit többbe kerül, mint általában. Na mit nézünk? Ne nyomdogasd a gombokat. Megvagy? Gyere, kijönjünk a hátsó kijáraton. Nézd, itt a Six Flag. Tudom, melyik filmet vették fel a Six Flag? Ja. A családi vakációt. Na gyere, menjünk. Kimenjünk hátsó kijáraton. Az oldalsó kijáraton. Ja, jön a mami, csak iszik egy kávét. Na menjünk, oldalsó kijárat látod, és akkor nem kell végigmenni ott elő, meg körmel menni egy kört, hanem simán kijövünk itt oldalt. Ja, mami, drinking coffee. Mi? Tuki? Hm? Yes? Mit csinálsz? We're going to car! Ja, menjünk az autóba. We're going to car! Aha. Aztán, hogy ma liften megyünk fel. Kicsit hideg van, te. Mi? Lucas? Te? Ja? Mi van? Mi legyen? Semmi. Na, nyomjuk azt a liftet. Úgyis, megnyomtad? Megvárjuk. Biztos, hogy megnyomtad? Na, most nyomtuk meg. Befele. Másodikra. Másodikon álltunk meg? Oh, now it takes
Na jó, nem megyünk sehova. Ups. Te, ott is van egy lift. Akkor mi miért megyünk mindig a túloldaliba? Nincs a túloldaliba. Te se tudod, mi? Gyere, menjünk. Ujjajjajjaj. Hol az autó? Ott szembe. Elindultunk, eltévedtünk, lejöttünk az autópályára, mutatom, hogy merre járunk. Én nem tudom, hogy ez a legjobb környéke, vagy nem. Van egy pár rács az ablakon. Nem jön senki. Már is sétálnak emberek az utcán. Lehozott minket a GPS az autópályáról. Nem is olyan túl rossz környék, az ott visszafél kicsit rosszabb volt, de ők nem a legszebb hely. Ők szépen le van graffitizva a ház, az biztos. Na innen még megyünk egyenesen. Na, itt piros a lámpa, itt megáll. Not this one. Ups. Nézd, itt egy ilyen kajád a rács mögött. Biztos azért, hogy ne tudjanak bevenni a rossz emberek. Nem baj, nem hiszem, hogy valaki beül hozzánk ide hátulra. Csak lehet, hogy megállunk itt a piros lámpán, azt nem fogunk tudni elindulni, mert lelopják a kereket az autóról, nem? mind a filmekben. Nem? Lukasz, nem láttam olyan filmet? Megálltunk a piros lámpán, vagy nem ér valakik, és lelopták a kereket az autóról. Na mindegy, csak beszélek ilyességeket. Mit mondasz, Nyuszi? Na, a zöld a lámpa. Mehetünk. Megpróbálunk visszakeveredni valahogy az autópályára. Micsoda egy autók. Elfogadnám őket. Na, elmegyünk jobbra, azt mondja a GPS. Aztán elmegyünk balra. Most talán kijelünk az autópályán. Te láthatod? Elfordulunk balra. Kikeveredtünk, visszajöttünk az autópályára. Itt lesz Downtown LA. Vannak azok, ugye ezek a nagyobb házak. Now keep left. És balra tartunk, legalábbis azt mondja a GPS. Hova jössz? After 1.5 miles, keep right. Keep right. Santa Monica Freeway. Ez nem egy háznak a tetejét. Na mindegy, legalább ezt is láttuk, különben nem is jöttünk volna erre. Mert kellett volna jönni, de kicsit így hosszabb lesz, mire kiérünk, vagy odaérünk, de nem baj. Addig is nézelődünk, nézzük a házakat. De már nekem át kellene itt sorolnom. 1000 feet, you will reach your destination. Megérkeztünk majdnem, csak át kell venni oda a trollra, ott lesz a parkoló. Amúgy itt vagyunk a Venice Beach-en, és az idő nem a legjobb, még komolyan mondom. Láthat felhős. Még azt hittem, hogy ki fog tisztulni, de még nem. Jelenleg 9 óra 35 perc van. Én reménykedünk benne, hogy hamarosan elmennek a felhők. Ide leparkolunk. És... ja, itt az autó lesz. Na gyere, Kuki. Elérkeztünk a Venice Beach-re. Ott van a tengerpart lent szembe. És lezárjuk az autót. Fogjuk a telefonunkat, a pénztárcánkat, magunkat és indulunk. Lezártuk az autót, ugye? Nem, hogy véletlenül visszajünk, aztán lesz itt, mire megérkezünk. Itt van a Muscle Beach, ahol a az erős emberek szoktak gyűlni, meg a Schwarzenegger. Ja, annak idején, még mikor nem volt ugye nagyon híres, vagy egyáltalán. Na mindegy, itt lesétálunk, átsétálunk Santa Monica-ra. Az kb. Egy ilyen, hát a Davis-től egy órás séta lesz szerintem. Nem, Lucas? Mi? Mi? Semmi. Egy óra. Vagy kettő. Attól függ, hát szó állunk megpisilni. Meginni. Lehet teniszezni. Ja, most kezdenek még csak kinyitani, mert még kora van. Van ilyen sok ilyen kisebb, nagyobb bolt, ahol lehet inni, enni, ruhát venni. Sok hajléktalan minden felé. Yeah, lighter.
You want to come and cook it? Sok-sok érdekes ember. Na, itt vegyél ki pénzt az automatában. Már hiszem, hogy bántanak. Hogyha sok ember van körülötted, vagy nem este van. Aztán itt lehet venni füves cigarettát, meg füves dolgokat, ugyanis ugye itt legális. Ezek a zöld helyek ott szemben, vagy nem sokára, ahol megérkezünk. Aztán lehet nyomni egy füves cigarettát. Meg itt a Muscle Beach. Látod, hogy gyúrnak az emberek. Erősítenek. Látod, Nyuszi? Muscle Beach. Ami van itt biztonsági, látod, figyel az emberekre. Meg a rendőrök is itt vannak általában. Ott lehet kosárlabdán futballozva. Ja, sok hóló. Nézd, itt is egy masina, látod, lehet pénzt kivenni. Lukács, válunk kosárlabdázni? Madár. Igen? We don't need this. Férjét nem fogadjuk el. Mert kezedben nyomják. No, thanks. Kezedben nyomják, és azt mondják, hogy ingyen van. Aztán utána meg azt mondják, hogy azért jó lesz, ha használjuk egy 5 vagy 10 dollárt érte. Már egyszer megjártuk pár évvel ezelőtt, mert nem tudtuk, hogy hogy működik. De... Mit? Azt mond... Mit? Azt mondta, hogy nem fogadjuk el a CD-t, mert már megjártuk pár évvel ezelőtt. Na gyere, felveszelek! Mondjuk amit, akkor már nem tudtam. No, because the camera is on this side and I'm filming, okay? Elment a feleségem üdvözlő a WC-re. Megnézzük, hogy ellopják. Lucas! Gyere te is, itt maradsz mellettem. Ide, hova mentem onnan? Meg lehet nézni a kosárlabdásokat. Ha? Neked is kell menni, akkor ott a WC, aztán menj. Na, kinek ismerős? Lucas, ismerős a hely? A Grand Theft Autóval, vagy nem ismerős a hely? Igazából a Grand Theft Autóban jobb volt. Miért volt jobb? Én nem tudom. Igazából nem volt. Ki, mert lehetett itt autózni az autóval, és mindenkit el lehetett ütni, meg be lehetett oda menni a tengerpartra autóval. De nem igazából volt, hogy nézzen ki. Ja, nem igazából. Annyi, itt sok ember van, meg sok hajléktalan mindenfelé. De ugye az megszokott dolog. Na várj, elmaradt a felesége meg a Davis. Ugye most le fogunk sétálni Santa Monica-ra oda szemben, amit nagyon nem lehet még látni, ahol az az óriás kerék. Egy, körülbelül egy ilyen órás séta szerintem. Úgyhogy... Te készen vagy a sétára? Elszét körülnézünk. Megnézzük ott a gördeszkásokat. Ja, ott az a kék épület, látod ott szemben. Mi az? Ja, sok madár. Ja, esznek a sok madarak. Megnézzük ott szembe a gördeszkásokat. Amit szoktak itt sok filmet készíteni. Meg rövid filmet, meg reklámfilmet, meg mindenféle fajta filmet. Ja, most te is csinálsz egy... Milyen? Milyen filmet csinálsz te? Olyan filmet? Ja, te a Davis-hoz nem tudod menni. Mi kell, mit mondtél? Majd oda is elmegyünk, nézd! Szi? Egyik se ugrik olyan nagyot, csak mennek körbe-körbe. Én biztos hasra esnék, vagy orra, vagy a fejemre. Úgyhogy menjünk tovább, megnézzük azokat a... Mit nézzük meg azokat a boltokat ott lent? Na, menjünk! Most kezdnek nyitani ezek a boltok. Boltok, ilyen kisebb boltok végül is, meg ezek a kirakodók itt bal oldalt. Amúgy itt van nagyon sok turista, de nem csak hajléktalan van, hanem vannak turisták, meg azok helyiek is. De össze van keveredve ugye hajléktalanokat, tehát ott alszanak a parkban, sátorban, meg a kosárral. Oda nézd, milyen bicikli te. Ilyen homok bicikli, ez biztos lehet lenni homokban. Na várj, elmaradt a Lucas. Akar nézni valamit.
képes lapot, nem? Pólót akarja megnézni. Na, Jari, jön a rendőrautó, Luke, ezt látod? Ez is jó nagy rendőrautó. Tudom, mi van még itt sok? Gördeszkás. Mindenki gördeszkázik. Vagy biciklizik. Hogy lehet bérelni ember ilyen rollereket, meg biciklit is amúgy. Át lehet menni egyik helyről a másikra, meg gondolom ott le lehet rakni. Lehet, hogy azt kéne bérelni egy 4 darab, vagy 3 bicikli, vagy rollert, nem Lukasz? Bérlünk ilyen roller. Szátrollerozunk a túloldalra. Na, a Davis tartja a kamerát, ő filmezik. Befilmezünk ebbe a kis utcába. És már nem egy szép lassan, jaj. Így megfordítjuk, és akkor tudod magadat filmezni, mondjuk, hogy hello, sziasztok, szemasz! Üdvözlünk mindenkit innét a Venice Beach-ra, ugye? Hello, sziasztok, szemasz! Ja, hello, sziasztok, szemasz! Meg ugye megfordítjuk a kamerát, és mit filmezünk? A bicikliseket? Rángatjuk össze-vissza. Kivezzük az embereket. Nézd, még egy autó, ilyen rendőrautó. Look, there's a police car. See? Grand Theft Auto. Jön a rendőrautó. Te ez még rimmelt is látod, hogy Grand Theft Auto, jön a rendőrautó. Lefilmezzük. Szép amerikai rendőrautó. Mit? Papucsokat filmezzünk ott oldalt? Vagy mit? Vagy ezzel kik pakolós embereket? Ja, nézd, itt a rendőrautó. See? Szép, fehér, fekete. Integetnek neked, látod? Rendes rendőrök. Mit filmezünk? Rollereket? Meg az mit? Semmit? Arra nézzél, meg egy rendőrautó. Nem volt körülbelül egy perc, hogy kikapcsoltuk a kamerát. Na, meg ilyen egy. Látod? Jönnek a rendőrök. Nézzük a turistákat. Ja, hamburger. Jó a hamburger? Akkor az a Daddy, hogy legyen egy hamburger, de Daddy nem ilyen, Daddy nem a hangulját. Dimitri Gopi. Ott lehet menni kisírni, hogyha akarsz. Most sok részé van mindenhol. Azt majd korán érkeztünk, mert most kezd kinyitani sok minden. Jó, van ott jégkrém, majd fagy is. Jó, okay, a little light on the other side, okay? Megálltunk egyet pihenni, meg a Davis nem más teszünk, meg ilyen kekszet. Ugyanis mondta, hogy kér jégkrémet, mondtam, akkor ehet jégkrémet vagy fagyit, hogyha ugye rendesen reggelizett, mert reggel nem túl sokan evett. És azt mondta, akkor most eszik egy ilyen kekszet. Rább az is valami. A Davis még mindig egy kicsit olyan bajban vagyunk vele a reggelivel, meg az ebéddel, meg a vacsorával. Mindig. Ja, mindig így van. Ja, vicces. Nem mindent akar megenni, de addig nincs jégkrém, még rendesen nem reggelizik. Vagy 10 óra izik. Ja, ott van. Ott vannak a tollak, a madár tollak. Ahogy ott a tenger szembe, ott vannak az életmentő tornyok, vagy lehet látni ott a háttérbe. És még mindig tartunk arra felé, Santa Monica felé, amit nem nagyon lehet látni az időjárás miatt. No. Okay. No. Együnk, ígyünk, aztán menjünk. Még mindig sétálunk, hogy rettentő sok érdekes embert lehet itt látni. De olyan emberek, amiket nem, csak a filmekben lehet látni, komolyan mondom, tehát nem csak a halléktalant, hanem érdekesen felöltözött embereket, vicces embereket, mérges embereket, nem lukod? Mindenféle fajta embert. Még nem sokára kérünk én itt Venice Beach-ról amúgy, aztán át kell sétálni egy onnét meg egy ilyen fél óra séta szerintem, mire odaérünk Santa Monicára, de Davis azt mondta, hogy elmegyünk homokba oda játszani először. Aztán eszünk egy jégkrémet vagy valamit majd. És utána meg fogunk ebédelni valószínűleg a túloldalt. Bár még kora van az ebédhez. A felnők még nem akartak kitisztulni. Ja, ott az Iron Man. De talán lassan már elmennek aztán. Még hideg az nincs. De meleg sincs, olyan kellemes az idő. Sem meleg, sem hideg, olyan pont jó. Nézzük, az emberek mire állnak ott sorba. Valamire biztos, valamit osztogatnak. Nyuszi. Megnézzük. Ott egy autó, és valamit adnak itt a hajléktalanoknak. Ezek mind hajléktalanok, vagy elnézze, biztos ételt kapnak, vagy valamit. Na, mindjárt
közelebb még aztán megnézzük. Sört, nem sört, ital, te? Na mi? Valami italt kapnak. Nem hiszem, hogy alkoholt adnak nekik. Valami ételt, ja, ételt kapnak itt. Amúgy ezek, akik itt árulnak, a legtöbbje, mint hajléktalan. Az látom egy érdekes embert, ült egy széken, ki volt írva a táblára, hogy tanácsot ad, élettanácsokat, és elfogad készpénzt, vagy elfogad füves cigarettát, mindegy, mivel fizetsz. Ah, gyere, felveszünk. Oh. Amúgy sok helynek ki van írva ilyen táblára, ezeknél, akiknél ugye lehet venni például egy képet. Ja, te is filmezhetsz. Ki van írva, hogy elfogadnak füves cigarettát. Nézd, itt is lehet kapni füves cigarettát, ebbe a boltba itt megveszed, meg odaadod nekik a túloldat. Aztán kapsz érte valamit, mondjuk egy tanácsot. Igaz, vicces volt. Sétálunk, majdnem odaérkeztünk még egy ilyen, hát nem tudom, 10-15 perc gyaloglás ott, ahol van az óriás kerék, meg a hullámos. Rettentő sok ember van itt ezen a részen. Mindenki jön, megy, sétál, biciklizik, rollerozik. Davis itt ezeken mászkál, ezen a beton, valami még állítja ugye a homokot. Úgyhogy legalább nem kell cipelni, nagyon élvezi, azt hittem egész végig a segéd kell majd ugye cipelnem, de legalább elfutkozik. És szerintem még mennyi idő lütesz? 10-15 perc? Elég hamar ide értünk ahhoz képest, nézd itt is rollereznek. 10? Hát azért több mint 5. De elég hamar ide értünk, azt hittem, hogy sokáig fog tartani a Davis-szel, de elég jól jön. Közben megálltunk megint egyszer egyet inni, megint evett egy kekszet. Itt ott azért megállunk pár percre. Na, se ebédelni kell, 11 óra lesz. Nem? Mit kérsz? Ott dolgot lukasz? Szokásosan? Nem akarsz még enni? Nem. Hát még nem is értünk oda. És majdnem megérkeztünk. Lukasz, végre ide értünk. Oh. Még mindig itt vannak a sok biciklis. Erről rettentő sok ember van aztán, de nem is. Ja, megint te filmezel? Annyit lehet menni ide a játszótérre. Mit akarsz filmezni? Én nem tudom. Na, itt a kamera, adod a miközben. Ki? Nem volt semmi, tök egy ugalmas videó lesz. Ez a pont. Az nem a pont. Jumi! Okay. De a számos, hiszem a számos. Davis filmezik. Kicsit rángatózik a kamera. Na, ja, ez a te beszédet, a magyar beszéd, ez a blablabla. Mondd, hello, hello, szia, szevasz. De Lucas Tyus filmezik minden. Mi, Kuki? Ja, ott a víz, ott vannak az emberek, ott a Lucas valahol. Itt. Ott. Ott a homok. Minden van itt. We're going up again. Ja, átmegyünk, felmegyünk ott a lépcsőn. Lükköszönjük a feleségem is jön. Onnét sétáltunk, egy jó nagy sétát. Ahogy mondtam, elég gyorsan értünk, nem gondoltam volna, hogy ilyen gyorsan ide fogunk érni, bár most már cipelem. Ja, benne kukadt a magba. Most már cipelem a Davis-t magammal, és kezd nehéz lenni. Ugye, Kuki, akarsz egyet sétálni? Hm? Jó, abok? No, of course not. Dad, there's a film. Ah, Davis van a film. Hey, Dad, oh. Hello, are you filming? Yeah. With Grandpa Boros. Savos. No, Savos. So, who does look mean dangly? When the last thing. How someone say it's not good? When the last thing. Mark! Shit, I'm going to get a friend for you. Mark! Shh, give on a Oh. Megjöttünk, valami történik a parkoló részen. De sétálunk be felé tovább. Majd hol van, mit nem tudszak? Na itt az óriás kerék, itt a hullámvasút. Ja, oda be akarsz, mert mindjárt gondoltam. Azt hiszem, hogy visszafelé jövünk. Befele ide. Uj. Nyuszi. Nézd, látod, hogy göldeszkázva. Nem tudom, mi történik. Pontosan átlába itt egy parkó van, ahol autók szoktak állni.
Zárva van a park, látod? Ez a nagy óriás kerék, meg a hullámvasút. Ugyanis magánparti van. Úgyhogy sajnos nem fogunk tudni bemenni. Mi, Lukasz? Szomorú vagy? Majd legközelebb, hogyha jövünk. Amúgy a múltkor is nem tudom, hogy emlékszel rá vagy nem, de zárva volt. Múltkor jöttünk, akkor is zárva volt egy-két órára, ugyanis ki volt bérelve akkor is. Davis filmezik megint. Mamit, Lukaszt. Látsz azon a kamerán te valamit? Közben jövünk a vízhez, fogjuk a Davis, nagy belássen, fogjuk a kamerát, nagy belássen, és filmezzük. Azért vannak ám emberek a vízbe. Meg egy hajócsónak. Na gyere, sétáljunk át a túloldalra. Átsétáltunk ide, túloldalra. Nézd! Komolyan mondom, fúj a szél, én egy kicsit fázok itt fönt. Ezek az emberek meg ott bent, látod, bent a vízbe úszkálnak. Jó sokan vannak be. Na mindegy, menjünk. Azt mondom, hogy elmegyünk és eszünk valamit. Egy hamburgert vagy egy hotdogot, a Davis azt mondta, hogy a hotdogot eszik. Na szervusz! Na mit eszünk? Hot dogot. A Davis is hot dogot eszik. Egy hamburgert a feleségemmel ott áll sorban, már megrendeltük. És meg kell várni, még fel lehet venni. Ugye? Mi van, elfáradtál? Na, itt vagyunk ugyanebben a hamburgert, amit az előbb elkerültünk, hogy jöttünk befele. És itt árulnak hot dogot is. De a lábad az nem megy az asztalra, az oda lemegy. Mit akarsz filmezni? Turn the camera around and say, "Can we see a seven?" Arriva a seven. Yeah. Now say, "Üdvözlök mindenkit." Mit filmezve a Nyuszi? Nyuszi, hol a mami? Vezd mami. Na megebédeltünk. Na milyen volt a hot dog, Lukasz? Nem volt olyan túl jó. A hamburger az így elment. Nem volt olyan túl jó. Okay, right. Úgyhogy most felsétálunk arra a része, hogy itt a 66-os útnak a vége, látod? See the sign? Ott mutatja a tábla, hogy itt a vége a 66-os útnak a Santa Monica. Ja, nincs itt a nap. Azt hittük, hogy ki fog sütni. No sun. Might be lighter, it will be sunny again. You can't go on that, you can look at it. Látod, itt az amerikai rendőrautó. Hogy néz ki? Érdekes, mi Lukasz? Ilyet nem látni mi nálunk. És a Grand Theft Auto, hogyha berakik a PlayStation-be. Ja, az a márka az egy négykerekű rendőrautó. Nem lehet arra ráülni, az nem azért van itt. Hi. Felérkeztünk ide, onnét felmásztunk, látod? Mit? Na gyere, te is lássál valamit. Ide felállhatsz. Felérkeztünk ide Santa Monicára. Úgyhogy kijönjünk ide a főútra. Van itt bennünk a kisebb útra, és ott ez az a sétautca, ahol vannak ilyen kisebb érdekes boltok, úgyhogy ott fogunk egyet sétálni. Vagy itt is alszanak a parkban, ahogy látjátok. Mindenhol alszanak, meg jönnek meg. Olyan túl sokan nincsenek, mint utolsó alkalommal, amikor itt voltunk. Nem tudom, hogy ki emlékszik, hogy az ösémmel itt voltunk. És itt dobálták a kis baltát ezek a hajléktalanok. Na, átvegyük, megnyomjuk a lámpát. Megnyomtad a lámpát? Azt mondta, hogy várjál. No! Wait! Light! No! Hogy zöld a lámpa, látok.
Mesko. Még van 15 másodpercünk, 14 másodpercünk. Why is he sleeping? Lukasz, várjál meg! Egyenesen vagy balra? Ha? Átmegyünk a másik utcán. Aztán még mindig egyenesen. És hogyha jól emlékszem, akkor itt lesz majd valahol bal vagy jobb oldalt, hogyha jól emlékszem. Hogyha nem, akkor meg elvesztünk. Itt a rendőrautó. Mindenhol itt rendőrautó. Mi van? Terve gyerek, mi szólsz? Hoppá, úgy megérkeztünk. Na merre induljunk el, Lukasz? Jobbra vagy balra? Oh, I can't take it off. Visszajöttünk a Nétabból a bevásárlós részről, sétáutcával, és kijöttünk vissza ide a partra. Elkezdünk visszamenni az autó felé. Miközben melyik házat választanád? Azt a rózsaszín villilát? Én bármelyiket, te ezek a házak olyan drágák. Azt, ja, bármelyiket, ott a víz mögötted. Ott a Santa Monica-i, az a pier, ahol van az óriás kerék. De, na innen visszajöttünk az autóhoz, aztán erre levezettünk Malibu felé. Arra felé, ott van Malibu szembe, ott a parti részem. Aztán ott fogunk valószínűleg csak vezetni egyet, meg körbe autózni, megnézni a partot, lehet, hogy megállunk egyszer itt-ott vagy valahol. Ki látja a mókus? Ott a mókus, ott jön fel a mókus, ott, itt a mókus, nézd! Ott mászik. Mondjad hello! Hello! Can you see it? Yes! Kicsi mókus! Megsimogassuk és hozzáviszük! Oda menjünk közelebb hozzá? Mickey Mouse! Ja, Mickey Mouse is. Na, elmert. It's Mickey Mouse. Ott van. Oh, mindjárt leesik. Mickey Mouse! Ja, elbújt. Mickey Mouse Battlestar. Nézegetünk még mindig. Jobbra, balra. A kis állatok elmentek, elbújtak valahol. Nézd, mennyi motoros jön ott. Úgyhogy megyünk tovább. Na, várj, itt hagytak, megyek utánuk. Vissza lesétálunk oda. Nem a körintáz, az óriás kerékhez. Hoppá! 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 Mennyi lépcső van itt? Mindjuk itt nyuszi. Yes! Sok lépcső. Megvárjuk, meg csinálnak egy fényképet magukról. Itt az emberek, meg a mami nem jön. Wait for mami. Step. Davis, this one. Na, mehetünk, nem akartunk belemenni a fényképbe. Nem akartunk bent lenni a családi képen. Lukasz, hogy néztünk volna ki a családi képen, benn vagyunk áttérve. Mentünk volna valahol a Kínába, vagy ki tudja hova. Hello! Ja, hello! Oda néz, itt vannak ezek a szép házak. Ezen a tengerparti részen. Bár hogy ide kéne költözni, nem tudom, hogy ide költöznék. Gondolom, milyen forgalmas lenne. Az biztos, hogy nagyon-nagyon drágák. Egy hétvégi háznak lehet, hogy elfogadnám, annak szép lenne. Hova sietünk? Nem jön nekünk az autó. No, we don't need to run. Onnét fogunk lejönni. Vele fogunk menni a forgalomba valószínű mi is. És rettentő állott a forgalom. Sokan mennek most le a partra fürdeni. Nincs ilyen hideg, de rajtunk hosszú ujjú van. Sok ember bent fürdik a vízbe, sok emberen hosszú ujjú van, sok emberen rövid. Mégis ilyen kellemes idő van, nincs meleg, nincs hideg. Visszajöttünk Venice Beach-re. Most már jóval több ember van, mint reggel. Mi, Lukasz? Jóval többen vannak, mint reggel. Nap is majdnem előjött már. Kezd kisüdni. 3 óra múlott 15 perccel. Mindjárt odaérünk az autóhoz. Érik meg az érdekes emberek. Kiabálnak. See the snake? Nice, see the snake? See? Over there on the man. What up? What? Sorry. Thank you.
Lewis, elértünk az autóhoz. Te elfáradtunk. Odafelé egy ilyen mennyi volt? 30 perc? Maximum 40. Szerintem nem is volt 40 perc, mert odaértünk visszafelé. 1 óra 40 perc volt, mivel visszaértünk az autóhoz. Itt a parkoló, amit ott szemben lehet kapni, annál a zöldén 40 dollár ilyen füves cigarettát. Látod, oda ki vagy 40 dollár. Úgyhogy mi nem veszünk. Ott egy hamburgeres is. Na, lemegyünk Malibuba, azt hiszem. Az a tengerparti mellett van ugye ez az út, ez levezet Malibuig. Nem hiszem, hogy kiszállunk, ugye ez egy ilyen nagyon szép, nagyon gazdag rész, vagyis a házak vannak, ott csak levezetünk egyet arra a tengerparti úton. Körbenézünk, aztán visszaindulunk Burbankbe. Visszaindulunk a szállodába. Kicsit felfrissülünk, aztán elmegyünk valahova vacsorázni. Tehát láttunk egy helyet, képzeled el, az ott a bevásárlóba. És meleg ételt lehetett venni. Olyan meleg ételt, hogy rizst csirkével, vagy halat csirkével, úgyhogy lehet, hogy oda megyünk és ott fogunk meg vacsorázni azon a helyen. Azért megyünk oda, mert hogyha véletlen a Davis nem fogja megenni, akkor mindig ott a McDonald's mellette, és akkor nuggetet tud enni. De ez a Davis egy kicsit nehéz van. Na mindegy, így ebéddel. Bár úgy jól bírja, tehát nem nyűgös meg semmi, csak így az kajálás egy kicsit olyan nehézkes. Visszaérkeztünk, ahogy látjátok, és elfáradtunk, legalábbis én nagyon elfáradtam, a Lucas, a Davis, a feleségem elaludtak az útközben, képzeld el, én csak vezettem egyedül. A forgalom rettentő nagy, akárhova megyünk, az autókhoz mindenhol autó, mindenhol várni kell, a dugóban, vagy te, és mindenhova körülbelül egy óra tart, minimum mire odaérünk, vagy kettő, tegnap kettő órába tartott, képzeld el. Na minden? Mindenki tudál, ide jön, bejön, kimegy mindenfelé, és másképp vezetnek, ugye, mint mi nálunk ugye Ausztráliába, de nem hozzá lehet szokni, tehát nem olyan vészes. A felhő, képzeld el, mutatom, elmentek. Látod, délutánra mindig kitisztul az idő, egy felhő nincs megint az égen. Ez milyen autó? Látod, ott egy ilyen versenycross autó, hogy valami. A lent ott a medencében vannak, ahova nem hiszem, hogy lemegyünk. És holnapra megint jó időt mondanak, legalábbis reggelre lehet, hogy megint ilyen felhős lesz. Reméltem, hogy tiszta idő lesz reggel, amikor odaérkezünk, ugyanis utoljára, amikor voltunk az öcsémmel, meg előtte is, mikor Lucas-szel mentünk, szép idő volt, már reggel 8 órakor világos volt, szépen sütött a nap, nem volt egy felhőse, de ez alkalommal felhős volt, bár nem baj, legalább nem égedett annyira a nap. Úgyhogy ez a Lucas meg a Davis nem más csinálnak, mint mind a kettő valamit néz a laptopon, meg az iPad-en, ugye Davis? Ja, YouTube-on valamit, de mit nézel? Nem, se tudom. De nem tudod, te csak kattintasz mindenhol valami. Ugye az internet, van internet, de nem a legjobb, nagyon lassú az internet, és na mindjárt legalább működik. Úgyhogy ezt a mai videót most befejezem, és most nem más mit csinálni, de el fogunk menni megvacsorázni, egy kicsit korai van még, de vele feleségem csak begurott az zuhanyzóba. Aztán elindulunk, és reméljük, hogy a Davis meg fogja enni a csirkét, a rizsre valószínűleg azt otthon meg szokta enni, csak itt biztos, hogy más lesz. Hogyha nem, akkor még mindig ott a McDonald's, biztos, ami biztos, ott mellette. Az jó, hogy nem pont mellette van, tehát nem fogja látni. Hogyha meg is ugye leülünk, először meg rendelünk csirkét rizssel, és hogyha véletlen nem, akkor át kell menni pont mögéje, ilyen. Pont nem lehet oda látni, úgyhogy az benne jó, úgyis, hogy meglátnál, lehet, hogy azt akarnak. Na mindjárt, ezt a mai videót én most befejezem, mindenkinek további szép napot, jó napot, jó reggelt, jó estét szeretnék kívánni, hogy attól fog, hogy mikor nézték, ahogy szoktam mondani, sziasztok!